A hagyományos farsangi ízeket idézték meg a jelenlévők a Mikóházán rendezett teaházban. A több éve futó program célja ugyanis az, hogy ne merüljenek feledésbe a régi szokások, a népi ételek, melyek ott voltak nagymamáink, dédanyáink asztalán is. Fánk az, ami minden alkalommal úgy megy, elevenedik, és aztán az ember jár jobbra-balra, látja a dolgokat, akkor egy kicsit megtetszik a bizonyos készítmény, és akkor megpróbálja otthon is elvégezni azt a részét a dolognak, hogy stimmeljen neki is otthon, mert látott más helyen. A teházi programra szorgos kezek készítették a finomságokat, de a faluban működő Mikóházi Ízőrzők Egyesületének tagjai nem csak az ünnepekhez kötötten igyekeznek elkészíteni a hagyományos népi ételeket, hanem a mindennapok során is azon munkálkodnak, hogy a településre érkező vendégekkel megismertessék a helyi falusi ízek szerint elkészített ételeket. A Mikóházi Ízőrzők Egyesülete alapvető célja az egész egyesületnek az, hogy a hagyományokat, a falusi hagyományokat és főként Mikóháza hagyományait megőrizze. Ez nem csak az ételek készítésében, hanem a tevékenységekben is szeretnénk ezt mindig bevezetni. Így egész éven ugye a tájháznál, a Mikóházi tájháznál a szövés technikáit meg lehet tanulni. Egy kisebb fiatal nyugdíjas csapatunk, aki ezt levezényli, valamint ugye a főzés az a fő motívum, de a tevékenységek is nagyon fontosak. A teaház a hagyományok megidézésén túl közösségépítő szereppel is bír Mikóházán. A munkás hétköznapok után találkoznak fiatalabbak, idősebbek, beszélgetéssel együtt töltenek néhány órát. Szerintem mindenféleképpen erősíti a közösséget, nagyon szeretjük az ilyen kezdeményezéseket, ha tudunk, akkor mindig itt vagyunk a gyerekekkel. Hát ez úgy gondolom, hogy egyrészt a kiskorosztályt is összép hozza, vannak közös programok, megismerik egymást, és hát nem utolsó sorban azért a felnőtteket is, szülői problémákat meg lehet beszélni, meg egyáltalán egy lehetőség a kapcsolattartásra a mai rohanó világban. Farsang lévén természetesen a gyerekek számára jelmezversenyt is hirdettek, mely sikert aratott a kicsik körében. A teházi program következő állomása márciusban lesz, amely a húsvéti ünnepkörrel épül majd. A tavaszi ünnephez kapcsolódó falusi ételek kerülnek majd az asztalra.